Cserpakovics András polgármester bizonyosabban, hogy a rezsicsökkentés eltörlése 2022 második fél évében közel 1 milliárd forintos pluszköltséget okozhat, míg a következő esztendőben már 2-3 milliárd forint közötti pluszkiadást jelentene. 2022 első fél évében 100 milliókban kifejezhető támogatást, segítséget jelentett Székesfehérvárnak, hogy sikerült elérni, rezsicsökkentés védett ár alá kerüljenek az önkormányzatok és intézmények. Én magam megértem természetesen, hogy háború alatt a nehéz helyzetben, kihívásokkal teli világpolitikai és világgazdasági szituációban, mert az állami költségvetésnek is kell találnia olyan forrásokat, amit meg tud takarítani. Amit én hiányolok, hogy ebben a kérdésben az előzetes egyeztetésekre nem került sor. Bízom benne, hogy a következő hetekben lesz azonban erre lehetőség, hiszen a közlöny is úgy jelent meg, hogy a két illetékes miniszternek július 1-jéig kell a részlet szabályokat kidolgozni. Mielőtt a rendelet végső formája megjelenne a közlönyben, Cserpakovics András levélben fordul Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez, illetve Varga Mihály pénzügyminiszterhez, amelyben azt kéri, ha nem is minden szolgáltatásra, de néhány alapvető dologra és ellátási formára használható legyen a jövőben is a rezsicsökkentett ár. Mire gondolok, alapvetően a közvilágításra, illetve az intézmények fenntartására, szociális, óvodai, bölcsődei ellátásokra gondolok. Ez önmagában egy nagyon komoly tétel. Az elmúlt napokban a bejelentett intézkedéseket követően átszámoltuk, hogy mit jelentett ez Fehérvár esetében. Az idei esztendőben, tehát 2022 második fél évében nagyjából egy 1 milliárd forintos költség növekményt okoz ez a döntés. Ez 2023-ban nyilván 2 és 3 milliárd forint közötti plusz kiadást jelentene. Ez egy nagyon nagy tétel, még Fehérvár önkormányzatának is. A városvezető hangsúlyozta, a többletköltség egy része kigazdálkodható, ám komoly segítséget jelentene, ha legalább a közvilágítást védett áron lehetne igénybe venni, hiszen a villamos energiafogyasztás nagyon jelentős, ráadásul a piaci áremelkedést is az önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk.